Népesség fogy Magyarországon, most már nem vagyunk 9,8 millióan sem, KSH adata. Nagyon sok embert elüldöztek ebből az országból az elmúlt 7 esztendőben, így öregszik az ország. A munkaképes korú lakosságnak a száma és az aránya is csökken. A nyugdíj korhatárt 65 évben bebélyegezték 2010. decemberre, és a rugalmas nyugdíjban vonulás lehetőségeit, azokat pedig sorra, dekára, darabra likvidálták. Munkaerőhiány van, ha egyik oldalról közelítjük a kérdést, másik oldalról sokan nem tudnak dolgozni ebben az országban. Alacsony képzettségűek, vagy képzetlenek sokasága van az országban. A V4-ekhez viszonyított aránya is meghaladja azt, ami a lengyel, cseh vagy a Szlovákiában van. 7 év telt el, a szakképzés tekintetében nem történt meg mindaz, aminek meg kellett volna, mert akkor nem ez a helyzet tárulkozna elénk. Az üres álláshelyek és a szabad munkaerőpiaci kapacitások tekintetében nem érnek össze azok a dolgok, amelyeknek össze kellene érni. Nyilván erre hatással van az is, hogy a belső mobilitási hajlandóság az alacsony. Nem nő a termelékenység. Ha visszatekintjük az elmúlt 7 esztendőre, akkor tragikus képpel találjuk magunkat szembe. Nem nő, netán azért sem, mert a források jelentős része más irányba került felhasználásra, akár eltulajdonították mások is ezt. Csökken a munkaképesek száma is, mint mondtam, több mint 600 ezer ember hagyta el ezt az országot, elvándoroltak az emberek, meg akarnak élni. Honnan lesz új munkaerő? Mi lesz így Magyarországgal? Hogy fog nőni a termelékenység? Csak a valós helyzetre vonatkozó válaszokat kérem, csak olyat, ami megállja a helyét, nem prédikációt az elmúlt 7 évet megelőző 8 évről. Elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a kérdésre Cseresnyis Péter államtitkár úr válaszol. Államtitkár úr, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársam, tisztelt képviselő úr. Persze sosem lehet kihagyni azt, hogy milyen alapokra kellett építkezni, mert az önök többé soha nem kívánt 8 éve után, 2010 után a legfontosabb cél a foglalkoztatási arány és a munkaerőpiaci részvétel növelése volt a cél. Hát ennek érdekében végrehajtott munkaerőpiaci reformok rendkívül sikeresen ösztönözték mindkét mutató javulását. A foglalkoztatási arány 13,4%-ponttal, az aktivitási ráta 9,3%-ponttal nőtt 2010 óta, amely dinamika tekintetében azt mutatja, hogy Magyarország az EU tagállamai között az első helyen áll. A foglalkoztatottak száma 2010 első negyedévéhez képest mintegy 700 ezer fővel növekedett. A magas hozzáadott értéket előállító munkaerő foglalkoztatása meghaladja az Európai Unió átlagot, így a foglalkoztatás bővítése részben a képzetlen, alacsonyabb hozzáadott értéket előállítani képes munkaerő nagyobb fokú bevonásával valósult meg. A növekvő munkaerőpiaci részvétel így értelemszerűen, mérséklően hatott a termelékenység alakulására. A nők gazdasági aktivitása az Európai Unió valamennyi tagállamában elmarad a férfiakétól, és az érvényes a szülőkorban levő nőkre is. Magyarországon a különbség 13,3%-pont, ami az írországival egyezik meg, de ennél jóval nagyobb különbségek is előfordulnak más országokban, Európa más országaiban. Az előbb ismertetett kedvező feltételek mellett a bérmegállapodás és a kormány egyéb lépései lehetővé teszik, és azok a programok, például az Irinyi terv, az Ipar 4.0, hogy a magyar gazdaság új, gyorsabb növekedési fokozatba kapcsolhasson, és természetesen ez azzal jár, hogy növelni tudja a termelékenységét is. Köszönöm szépen a figyelmüket!